2020. augusztus 20-án. Alekszej Navalnyi orosz ellenzék és korrupció ellenes aktivistát. Novicsok idegmérekkel mérgezték meg, és súlyos állapotban került a kórházba. Egy Tomoszkból Moszkvába tartó repülőút során rosszul lett, és az ottani kényszerleszállás után egy omszki kórházba szállították, ahol mesterséges kómába rakták. De vajon mégis hogy történt ez? Vagy ami talán fontosabb, hogy ki tette? Hogyha nem akarsz lemaradni az új videókról, iratkozz fel a csatornára. Továbbá lájkold a videót, hogy másokhoz is eljusson. Jó szórakozást! Alekszej Anatoljevics Navalnyij 1976. június 4-én született. Porosz ellenzéki vezető, ügyvéd, korrupcióellenes aktivista és politikai fogoly volt. Navalnyij orosz és ukrán származású. Édesapja az Aliszjából származott. Egy korábbi a fehér orosz határhoz közeli faluból, amit a Csernobili katasztrófa miatt telepítettek át, a kijevi régió Ivankiv körzetébe Ukrajnába. Navalnyij a Moszkvától mintegy 100 kilométerre a délnyugatra fekvő Obnyinszkban nőtt fel. 1998-ban jogi diplomát szerzett, az Orosz Népek Barátsága Egyetemen. Ezt követően az Orosz Föderáció kormánya mellett működő pénzügyi egyetemen értékpapír és tőzsde szakon tanult, ahol 2001-ben diplomázott. 2010-ben ösztöndíjat kapott a Yale World Fellows programban Yale Egyetemen. Később a karrierje során elindította politikai pályafutását is. Kormányellenes tüntetéseket szervezett, és jelöltette magát, hogy az oroszországi korrupció elleni reformokért harcoljon, illetve hogy Vlagyimir Putyin kormányával szembeszálljon. Navalnyij az orosz ellenzéki koordinációs tanács tagja volt, a Jövő Oroszországa párt vezetője és a korrupció ellenes alapítvány alapítója. 2021-ben Navalnyijnak már több mint 6 millió YouTube feliratkozója volt. Közösségi média csatornáin keresztül ő is a csapata anyagokat tett közzé az oroszországi korrupcióról. Politikai tüntetéseket szervezett és kampányolt. Navalnyij és a korrupció ellenes alapítványa olyan vizsgálatokat tett közzé, amik részletesen bemutatták magasrangú orosz tisztviselők és társai korrupcióját. Azonban aki ilyeneket hangoztatott és osztott meg, az tisztában volt azzal, hogy el akarják majd hallgattatni. Navalnyijjal is ugyanezt történt, csak kicsit más módon, mint ahogyan azt az ember gondolná. A férfit vegyi anyagokkal támadták meg. 2017. április 27-én ismeretlen támadók az irodája előtt egy fényes zöld színezéket, valószínűleg más összetevőkkel keverve az arcába fújtak. Elmondása szerint a jobb szemére elvesztette a látásának 80%-át. Azt is elmondta, hogy orvosa szerint a folyadékban egy második maronhatású anyag is volt, de van remény arra, hogy az elvesztett látása helyreáll. Azt is állította, hogy a támadó kapcsolatban állt az orosz kormánnyal. Navalnyij a Kremlt vádolta a támadás megrendezésével, ez azonban sosem derült ki. Ezután történt még egy incidens, 2019. júliusában, amikor a férfit letartóztatták és bebörtönözték. Innen július 28-án súlyos szem- és bőrsínlésekkel került kórházba. Ott allergiás reakciót diagnosztizáltak nála, bár ezt a diagnózist az egyik személyes orvosa vitatta. Felvetette annak a lehetőségét, hogy a férfi állapota, idézem, meghatározatlan vegyi anyagok károsító hatása miatt lehet. 2019. július 29-én kiengedték a kórházból, és visszavitték a börtönbe, a személyes orvosa ellenvetése ellenére, aki megkértőjelezte a kórház indítékait a kiengedésre. 2020. augusztusában, a Novicsok mérgezését megelőző napokban, Navalnyij olyan videókat tett közzé a YouTube csatornáján, amelyekben támogatását fejezte ki a 2020-as fehér oroszországi demokrácia párti tüntetések mellett, amelyeket az akkori, erősen vitatott fehér oroszországi elnökválasztás váltott ki. Navalnyij azt írta, hogy a szomszédos fehér oroszországban zajló forradalom hamarosan Oroszországban is meg fog történni. A Tajgainfo helyi híroldal arról számolt be, hogy szibériai útja során Navalnyij nyomozást folytatott, valamint helyi jelöltekkel és önkéntesekkel találkozott. Az oknyomozó videót később, augusztus 31-én Navalnyij csapata közzétette. A feltételezések szerint Navalnyijt politikai indítatású támadásban mérgezték meg, az ellenzéki munkájbüntetéseként. Az elmúlt évtizedekben más prominens oroszokat, köztük aktivistákat,
újságírókat és volt kémeket is ért mérgezéses támadás. Például Alexander Litvinenkót 2006-ban és Sergei Skripalt 2018-ban. Mindkettőt az Egyesült Királyságban támadták meg. Az előbbi esetben a mérget Litvinenko teájába tették. A brit hatóságok mindkét támadásért az orosz hírszerző ügynökséget tették felelőssé, és egy vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valószínűsíthetően jóváhagyta Litvinenko megölését. Az utóbbi esetben viszont novicsok idegméreganyagot használtak. De ide tartozik akár Anna Politkovskaja újságíró és emberi jogi aktivista esete 2004-ből, aki Putyinról szóló kritikájáról és a második csecsen háborúban való tudósításáról ismert. Ő a Beszán iskola ostromáról tudósító repülőtje során lett rosszul, miután teátivott egy nyilvánvaló mérgezési kísérlet során. Később, 2006-ban meggyilkolták. 2018-ban még egy aktivista került kórházba Moszkvában. Majd néhány nappal később a berlini Charité kórházba szállították kezelésre, mérgezés gyanúja miatt, ahol a kórház orvosai szerint nagy valószínűséggel valóban mérgezés történt. Tehát visszatérve Navalnyi mérgezésére. 2020. augusztus 20-án a férfi rosszul lett egy Tomszkból Moszkvába tartó repülőút során, és az Omszki 1-es számú városi klinikai sürgősségi kórházba került, ahol a gép kényszerleszállást hajtott végre. A repülőgépen hirtelen és hevesen változott az állapota, és a videófelvételeken látszik, ahogy a repülőgép személyzetének tagjai fel is sietnek, a férfi pedig hangosan kiabál. Ezt követően szóvivője azt mondta, hogy komában van lélegeztetőgépen a kórházban. Azt is elmondta, hogy a férfi reggel óta csak teát ivott, vagyis gyanúthatóan valamit beletettek az italába. A kórház közölte, hogy állapota stabil, de súlyos. Kezdetben elismerték, hogy Navalnyit valószínűleg megmérgezték, de a kórház helyettes főorvosa aztán az újságíróknak azt mondta, hogy a mérgezés egy forgatókönyv a sok közül, amit mérlegelnek. Délutánra a férfi felesége, Júlia Moszkvából megérkezett a kórházba. Magával hozta a személyes orvosokat, hogy elvigyék a férfit Omszkból a berlini Charité egyetemi kórházba, hogy ott kezeljék. Az omszki kórház főorvosa augusztus 24-i sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy megmentették az életét. Az őt kezelő orvosok később a nap folyamán bejelentették, hogy bár a konkrét anyag még nem ismert, a klinikai leletek arra utalnak, hogy kolinészteráz enzimgátlóknak nevezett ideggázok csoportjába tartozó anyaggal mérgezték meg, és hogy további vizsgálatokat fognak végezni a pontos anyag kiderítésére. 2020. szeptember 2-án Navalnyi még mesterséges kómában volt. A német orvosok véleménye szerint, ha fel is épül, nem lehet kizárni a maradandó károsodást. Szeptember 7-én az orvosok felébresztették őt a kómából. Azonban akkor még nem tudták megítélni a súlyos mérgezés lehetséges hosszútávú hatásait. Aztán Navalnyi szóvívőjének előzetes bejelentése után szeptember 22-én a kórház orvosai elég stabilnak nyilvánították ahhoz, hogy elbocsássák a fekvőbeteg ellátásból, de Németországban maradt. Ekkor a férfi kijelentette, hogy a bűncselekmény mögött biztosan Putyin állhat, mivel nagyon más nem adhat parancsot a novicsok bevetésére. Emberei közben megkezdték a nyomozást. Úgy vélték, hogy a minibárból származó valamivel mérgezhették meg, és engedélyt kaptak a szobájának átvizsgálására. Németországban a későbbi vizsgálatok és bizonyítékok során kimondták, hogy Alexeit biztosan novicsok idegméreggel mérgezték meg. Novicsok idegméreg nyomaira bukkantak a vérben és a vizeletben, valamint a férfi bőrmintáin. A méreg nyomait megtalálták az egyik palackján is, amit korábban átadtak a berlini orvosoknak, valamint néhány más tárgyon is. A férfi csapata felvetette, hogy valószínűleg a szállod elhagyása előtt mérgezték meg. Azt állították, hogy még mielőtt elhagyta Tomszkot, a ruháit az orosz kormány lefoglalta. Később egy telefonbeszélgetés során Navalnyi az orosz biztonsági tanács titkára asszisztenseként adta ki magát. Úgy tett, mintha egy vezetőt kérdez neki a műveletről, és részleteket kérdezett arról, hogy miért nem sikerült a küldetés. A nyomozók a hívószámot meghamisították, hogy ne derüljön ki, hogy a férfi telefonált. A vezető végül akaratlanul bevallotta, hogy a novicsok hatóanyagot Navalnyi alsó neműjére kenték, miközben a Tomszki szállodában tartózkodott. És bár Alexei a terveknek megfelelően viselte a repülőútra, a méreg nyilvánvalóan túl lassan szívódott fel. Ezért tudták még beadni neki az ellenszert. Később ezt hamis bizonyítékoknak nyilvánították, pedig a hívás nyilvánosan történt és szemtanúk is voltak. 2021. január 10-én repülővel hagyta el Németországot, hogy visszatérjen Oroszországba.
Visszatérés előtt a szövetségi büntetés végrehajtási szolgálat közölte, hogy Navalnyi Moszkvába érkezésekor börtönbüntetése számíthat, próba idejének megszegése miatt. Ez így is történt és börtönbe került. Először 2,5 évre, majd további 9-re. Letartóztatása 2021. január 23-án Oroszország szerte tüntetésekhez vezetett. 2024. február 16-án Alekszej Navalnyi a börtönben halt meg. Az oka egyelőre még ismeretlen.